Itt épp Siklósi Bence kosaras mozdulattal céloz, de ezúttal nem járt sikerrel. Nem a sörös pohárban landolt a sárga pingpong labdája. A sörpongban lehet zavarni is az ellenfelet a koncentrálásba, tapsolással, integetéssel. Lényeg, hogy mire odaér a labda, ne érjen a zavaró játékos kezéhez, különben pont, azaz pohár levonással jár. 10 megtöltött pohár van az asztalon, és az a páros nyeri a párharcot, aki az ellenfél összes poharát leveteti a megadott időintervallumban. A játékidő 12 perc. Pakson a második forduló zajlott az elmúlt hétvégén Micus kocsmájában. Mi 4 éve kezdtük el az egyik legjobb barátommal, Schmidt Józseffel, ő a csapattársam, Tokió csapatnévvel játszunk azóta. Először Tokió 20-20 volt, már az olimpia miatt lett ez. Viszont ugye elmaradt az olimpia, ezért maradtunk csak Tokió. Az idei évtől megkértek engem is, hogy segítsek be a szervezésbe. Most kezdtük. Itt az egészben a közösség, meg az, hogy az vonzott az egészben, hogy meg tudunk mozgatni egyszerre 50-60-100 embert is akár. Én ezt a sportágat azt itt ismertem a Pakson, viszont amikor egyetemre jártam, Pesten is elég sok fordulóra el tudtam menni szerencsére. Tök jó közösségépítő az egész. Mi, amikor a rájátszásba bejutottunk, és ott második helyet szereztük meg, ott a legfontosabb az volt, hogy elég sokat gyakoroltunk, készültünk együtt, egymásra minden rezgését úgymond tudtuk a másiknak, mint hogyha egy páros hajóba elveznél. Mindenki úgymond meg tudja tanulni ezt a sportot, ez nem nehéz. Viszont aki jobban is szerepel itt, akár egy ilyen helyi versenyen is, annak már azért tényleg fejben meg úgy koncentrációban ott kell lennie. Kellemes zene mellett jó hangulatban folyik a játék, és persze a sör is. A fiatalok körében igen népszerű a sörpingpong. 2017-ben kezdték el a barátaink, mi vettük át 2020-ban, és igazából Pesten kezdődött ez az egész úgymond kaland. 2012-ben kezdték el a pestiek ezt megszervezni. Amúgy az 1950-es években jött ez az egész beerpong. Amerikai egyetemisták természetesen ők találták ki ezt házi buliban, és ezáltal így egyre inkább népszerű, mint amúgy a dárc is, ugye, mint kocsmai sportág. A vidéki és a budapesti bajnokság első helyezettjei jutnak az országos döntőbe, melyet a fővárosban rendeznek meg. A paksiak jó kapcsolatot ápolnak a másik Tolna megyei egylettel, a Szekszárddal is. Tar Helga külföldről érkezett haza, és testvére helyett ugrott be a Debellák csapat erősíteni. Nagyon sok videót megnéztem a YouTube-on, mielőtt ide jöttem, de testvérem azt mondta, hogy Hugi a szűzkéz a leges legjobb. Bíztam benne, hát sajnos nem így történt, mert körülbelül 6 dobásból, oké, 3 belement. Nyese Attilával vagyok egy csapatban, nagyon aranyos, nagyon partner, elmondta a szabályokat, elmondta, hogy kell játszanom, hogy kell dobnom, minden instrukcióra odafigyelek. Hát remélem, hogy ezek után jobban fogunk majd játszani, mert én annyira nem tartom, hogy jónak ebben a játékban, de 15 perc múlva lesz még egy játékunk, és remélem azt majd megnyerjük. Egészen a döntőig menetelt Tar Helga és Nyesev Attila végül ezüstérmesek lettek a második fordulóban. A forduló aranyérmesei a Hammi csapata lett, azaz Kern Márk és Gál Balázs. Utóbbi egyben a döntő legértékesebb játékosa címet is elnyerte.